Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Belépési küszöb, ez a címe annak a podcast sorozatnak, amelynek most szombaton már a 7. darabja fog majd megjelenni. A podcastot Csepregi Dávid, illetve Schulz Nóra készítik, hogy pontosan kik ők és mi a szándékuk ezzel a podcasttal, erről fog szólni ez a mai beszélgetés. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, amíg nem tetted volna meg, illetve a lehetőségedben áll, akkor kérlek, hogy fizess elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Kezdünk! Akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Nórát és Dávidot, szervusztok! Köszönöm, Marci! Azzal kell kezdenünk, kötelező kör, kik vagytok, mi a hátteretek, hogyan vágtatok bele a podcast készítésbe, elsőként akkor Nóra. Jó, hát nem tudom, mennyire akarunk bemenni, de a Marcit ismerem már pár éve, és nem tudom, voltam párszor ilyen partizános adásokban, meg szerkesztettem is ilyen partizán infót, és akkor hát én arra gondoltam, hogy hallgatva az ilyen nemzetközi balos podcasteket, hogy úgy éreztem, hogy ez egy ilyen hiánycikk igazából Magyarországon még nincsen, akkor kezdtek így felfutni a podcastok, és hát így rágtam néhány ember fülét, hogy csináljon velem podcastot, és végül a Dávidot sikerült erről meggyőznem, úgyhogy ez volt a koncepció, legyen egy balos magyar nyelvű podcast. A legkülségesebb nézőink tisztában vannak az előéleted, de azért szerintem két mondatban foglald össze, hogy mégis milyen tanulmányi, meg egyéb előéleted van. Igen, hát én a Cambridge Egyetemen tanultam politológiát alapvetően, meg politikai eszmetörténetet, most meg az LSE-n, a London School of Economics-on politikai elmélet mesterszakra járok. Illetve alapítója és jelenleg is aktivistája vagy. Igen, bocsánat. A Szikra mozgalomnak. Igen, a Szikra mozgalomból ismerjük egymást a Dáviddal, ami egy ilyen fiatal, baloldaliakat tömörítő politikai szervezet. A 2019-es önkormányzati választásokon zöld-balos jelölteket támogattunk, úgyhogy van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen átfogóbb projekt is a Szikrát gyűjteni a baloldalon. Köszi. Dávid. Amúgy pontosítok, mert nem a Szikra mozgalomból ismerjük egymást, hanem a fiatal felnőttek osztályharc és osztálybűntetett csoport volt szerintem, ami egy mém csoportnak indult, csak aztán kicsit komolyabb lett, sajnos vagy szerencsére, ezt majd nem tudom, később megbeszéljük. Igen, ez történt, hogy a Nórával beszélgettünk egy ilyen podcastről, ami neki már egy ilyen régebbi terve volt. Én annyira nem ismertem még ezeket a külföldi podcasteket, amikre így hivatkozott a Nóra is, csak így felületesen, de nagyon szimpatikusnak tűnt ez a projekt számomra, meg egy olyan kihívásnak, ami megléphető volt a részemről is, meg alapvetően én örültem annak, hogy teremtünk, hogy létrehozunk egy olyan platformot, ahol azokat a vitákat le tudjuk folytatni, amik elmaradtak, és amiket hiányoltunk az utóbbi egy-két évben. Szóval, ja, kb. Ez a kiinduló pont, ez is a cél, és ezt csináljuk már az utóbbi hét részben, és a vendégek ebben nagyon sokat segítenek. És te is politológiát hallgattál, és erről mondjál két mondatot, kérlek, te is. Én kicsit kevésbé, nem tudom, fenköltebb helyeken, de én Debrecenben végeztem el az alapszakomat, és onnan kerültem el Budapestre a Corvinus Egyetem politika tudományi mesterszak, politika filozófiai szakirányára, amire ketten jártunk különben, és ez egy nagyon gyümölcsöző és tartalmas. Elitképzés. Hát végül is igen, ez egy elitképzés volt, mainstream politika tudományból, és akkor innen jelentkeztem a Társadalmi Elméleti Kollégiumba, ahol kicsit így koncentráltabban és fókuszáltabban tudtam foglalkozni a baloldali elmélettel, baloldali politika elmélettel, politikai gazdaságtanás, stb. Ehhez jött egy fél év kitekintés Litvániába, ahol egy csodálatos egyetemen tanultam pszichoanalízist, meg ilyesmit, és most próbálom újra elővenni ezeket a mainstream dolgokat és szintetizálni a kettőt, ami lehet, hogy a podcastből is kijön talán, hogy most már újra visszatérek az ilyen mainstream-ebb politikaelmélethez, és azt vegyítem a baloldallal. Ugye két hetente jelennek az egyes epizódok, mindig szombatonként, most szombaton jön ki majd a 7. része, ahogy ezt előzetesen is mondtam. Aztán két nagyon fontos
fejlemény is összpontosul a belépési küszöbben, van egy ilyen intézményi perspektívája a dolognak. Egyrészt, hogy a Partizán szempontjából ez az első tematikus podcast, ami megjelent a mi csatornáinkon. Egyébként disclaimer, hogy nem az utolsó, már most is éppen készülőben van egy újabb podcast, de erről majd később fogunk még beszámolni. Tehát ebből a szempontból nekünk ez nagyon fontos volt, hogy elindult is egy ilyen építkezés, ráadásul egy ilyen tök autonóm projekttel. A másik, ami meg részben szintén intézményes, de részben meg nekem személyesen is fontos, hogy ugye a ti személyetekben egy olyan új aktivista generáció, akadémikus aktivista generációnak a tagjait láthatjuk, akik ugye a 2010 utáni időszakban szerezték a politikai szocializációjukat, részben mentesek is azoktól a 2000-es évek ilyen PTSD jellegű, ilyen Glopkrit mozgalomban szerzett traumáitól. Miért amelyek, PTSD? Hát, hogy ugye azért azt láthatjuk, hogy akik a 2000-es években szocializálódtak ezekben a különböző rendszerkritikus mozgalmakban, csoportosulásokban, azok azért a mai napig hordozzák ennek a jegyeit, és ezt nem én mondom, hanem ezt ők maguk ebben a stúdióban is beszámolnak róla, meg személyesen is beszámolnak róla. Tehát ebből a szempontból a ti generációtok valószínűleg ezektől részben mentes, részben lehet, hogy másfajta traumákat szerzett, és majd fogja ezeket 10 év múlva PTSD-ként hordozni magában. De ugye a lényeg szerintem az egésznek igazából az, hogy amikor mondjuk én elkezdtem a magam aktivista életútját, nem tudom én, az első lépéseket megtenni, akkor azért sokkal kevésbé volt. Most is gyengik a baloldali intézmények, nagyon kevés intézmény van, ami működik, és tényleg funkcionális és fenntarthatóan, de azért mostanra már szerintem van egy-két olyan szellemi műhely, vannak könyvek, vannak fórumok, vannak helyek, amelyek, ha éppen nincsen pandémia, akkor működtetik magukat. Tehát van nem csak tudástermelés, hanem kifejezetten politikai gyakorlat is, ami szerintem nagyon fontos. És azt látom, hogy a ti személyetekben ez a kettő ráadásul ilyen nagyon organikusan kapcsolódik össze. Tehát egyszerre fontos a politikai aktivizmus, most nevezzük úgy a cselekvő politizálás, nagyon rossz szó, de mégis akkor így hívjuk így, illetve nagyon fontos az elméleti megalapozottság. A belépési küszöb ilyen szempontból számotokra mit jelent? Erre rá szocializálni az esetlegesen érdeklődő fiatalokat, vagy valami teljesen más agendaképzés a fontos a számotokra? Kezdj nyugodtan, amúgy ez egy tök jó téma, szerintem. Szerintem jó, erről beszéljünk, mert hogy ez ugye ilyen beszélő név kicsit ez a belépési küszöb, és szerintem sokan azt várták tőle, hogy mondjam, ilyen nagyon alapozó jellegű lesz. Tehát, politikai egyszeregy. Igen, kb. És akkor azzal szembesülnek, hogy kicsit így a dolgok közepébe csaptunk szerintem a Dáviddal, ami, hogy mondjam, részben a részemről ez egy ilyen pedagógiai koncepció is, tehát hogy nekem a saját, nem tudom, szellemi fejlődésem se nem akkor fordult nagyokat, vagy nem akkor éreztem azt, hogy előrelépek, amikor az alapozás volt, hanem amikor a mély víz, és amikor hirtelen lehetőségem volt, nem tudom, nagyon komplex szövegeket olvasni, amiket nem értettem. És úgy azt gondolom, hogy ez egy fontos ilyen lépés lehet sokaknak, hogy dolgok, amik bonyolultak, amiket nem hirtelen nem biztos, hogy értek, de izgalmas, és utána nézek magamnak is. Tehát, hogy ilyen szempontból a belépési küszöb szerintem popularizálni is szeretne, másrészt viszont csak így felvillantani dolgokat, mert ez mindenkinek azért a személyes útja is szerintem valamennyire az, hogy hogyan, milyen baloldaiba válik, vagy hogyan kerül ennek a részévé. Másrészt meg kicsit egy ilyen fricska, mert nekem az egyik legirritálóbb dolog az ilyen kortárs fiatal baloldalon, amikor arról beszélünk, hogy magas a belépési küszöbe dolgoknak. Tehát, hogy elhangzik egy szó, amit lehet, hogy meg kell néznem, hogy mit jelent, és akkor az már nem eléggé baloldali. Tehát, hogy ez például, nem tudom, a TGM-et folyton ezzel érzelik, hogy mennyire elitista, hogy bonyolult szavakat használ. Hát, szóval, hogy könyörgöm, tehát, hogy mindenkinek ott van már a Google a zsebébe, ezek nem olyan... Szóval engem mindig ez zavart, hogy ezt gondoljuk, hogy magas a belépési küszöb, és kicsit ezt akartam, azt hiszem, így kicsit kifigurázni valamelyik. Ja, de hogy ez nem azt jelenti, hogy igazából aki, vagy így van egy ilyen kritika, hogy sokan nem ütik meg ezt a küszöbet, azt hiszem, és ez azt jelenti, hogy mi is ilyen elitisták vagyunk, de ez nem az a cél, hogy itt egyfajta küszöbet húzunk, vagy egy új küszöbet húzunk meg, ami alatt nem lehet foglalkozni a baloldallal, hanem ahogy mondtuk az első részben is, azt hiszem, ez csak egy olyan új platform, egy olyan új belépési pont akar lenni, hogyha ez így jobban tetszik, amin keresztül ezekkel a dolgokkal, ezekkel az elképzelésekkel, elméletekkel meg lehet ismerkedni, és ilyen pont nem nagyon volt még eddig, főleg ilyen popularitási szinten, mint ez a podcast. Az, hogy az ilyen elmélet és gyakorlat kérdésében ez a podcast milyen
funkciót tölt be, azt igazából már elmondtam, hiszem, hogy szerintem maga a platform adása annak, hogy olyan témákról beszéljünk, amik kommentviharokban jönnek fel talán, és hogy a kommentekben ezeket a témákat, mint az, hogy most a hogy pont az, hogy a TGM elitiste, vagy hogy a populizmussal most mi újság, vagy hogy az értelmiség az beszélhet-e, vagy használhat-e olyan fogalmakat, amik nem tudom, külföldi eredetűek, vagy nem. Ezeket komment folyamokban így általában elő szokták venni, aminek általában csak sértődés a vége, meg szalámizgatás, meg ilyesmi, és így ezeket akarjuk kicsit élőbeszédben, vendégekkel így átrágni. És amúgy ami még szuper ebben, hogy jönnek erre reakciók általában, tehát nem csak az, hogy így lájkolnak, vagy hallgatnak, megosztanak, meg ilyesmi, hanem jönnek hosszú hallgatói levelek is, meg üzenetek, meg ilyesmi, akiket amúgy egyáltalán nem ismerünk, tehát nem ilyen ismerősök, hanem az ilyen balos szubkultúrán kívüli emberek. A szubkultúrát azért használom ilyen idézőjelben, mert hogy így több is, mint egy szubkultúra ez azért, egyre inkább. Akik nagyon örülnek, hogy van ilyen igazából, és akik gyakorlatilag egyetértenek azzal a fajta koncepcióval, meg szellemiséggel, amiről a Nóra is beszélt itt. Szóval, hogy örülünk annak, hogy ezt hallgatják, örülünk annak, hogy így egyetértenek ezzel a szellemiséggel, de amúgy törekszünk arra, hogy érthetők legyünk folyamatosan, mert hogy ez nekünk is, ugye én például, nekem ez egy nagyon új terep, teljesen új szféra, és folyamatosan figyelnem kell arra, hogy igen, azért ez tényleg nem egy egyetemi szeminárium, itt nem ötösért kell küzdenem, meg ilyesmi, hanem azért, hogy érthetően adjunk át olyan gondolatokat, amiket fontosnak tartunk. Ez szerintem egy borzasztó fontos kérdés, mert egyrésztről szerintem is így nagyon fontos azt kimondani, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet a végtelenségig szimplifikálni. Tehát egyszerűen van az, hogy bizonyos gondolatoknak az összetettsége az hozzájárul az, hogy a gondolat maga az milyen. Másrészt pedig ugye van ez az iszonyatosan balfasz diskurzus, hogy így igen, a baloldalnak pont az lenne a feladata, hogy ezeket bontsa le, csak hogy egész egyszerűen nyilvánvaló, hogy ez egy osztálykérdés alapvetően, és pont ez lenne a baloldali politizálásnak a lényege. Erről egy picit beszéljünk szerintem, mert ez egy fontos kérdés, hogy ha úgy fordítjuk le ezt, hogy egyfajta intellektuális irritáltságot érdemes okozni ahhoz, hogy az igazi érdeklődés kialakulhasson mondjuk a befogadóban, akkor egyébként ennek mik azok az osztály vonatkozásai, amik szerintetek viszont valódi kritikaként felvethetőek, és amin akár nektek dilemmát okoz és kell dolgozni, de akár mondjuk a Partizán számára is egy kihívás, hogy viszont megkönnyítse azt, hogy a belépési küszöb megközelíthető legyen. Én szívesen elkezdek válaszolni. Jaj, bocsánat. Itt alapvetően van egy ilyen kritika, vagy egy ilyen elvárás, hogy akkor a belépési küszöb az legyen egy ilyen agitprop műsor, ami megszólítja a munkásosztályt, a proletariátust, ugye a vidékieket, mert ez is egy ilyen, vagy sokszor homogén egy ilyen... csoport. Igen, sokszor egyrészt homogén csoportként van prezentálva, másrészt... Tisztén, mert mindketten vidékiek vagytok. Én nem ott nőttem fel, de igen. Én ott nőttem fel nagyrészt, igen. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy engem megszólítanak be egy pisi küszöb, de ugye nem lehet tudni, mert én csinálom. Szóval, hol tartottam? Ja igen, hogy nem tudom, nem olyan keretek között csináljuk ezt, amelyek a keretek ugye nem terjednek ki egy ilyen óri, tehát nem egy közszolgálati televízión kísérletezünk ezzel a módszer, hanem alapvetően a Partizánnak is van egyfajta elérése, ugye meg mi ráadásul csak Spotify-on vagyunk fent, YouTube-on nem hallgatható egyelőre a belépési küszöb, ami szintén egy ilyen szűkebb szelet a tortából, és ezek az emberek, akiket nekünk meg kellene szólítani, legalábbis az elvárás szerint, ezek valójában nem is találnak meg minket, tehát hogy így nem hiszem, hogy így itt kell megfogni a problémát, nem hiszem, hogy akkor, hogyha egy ilyen alapozót csinálnak, akkor könnyebben, népszerűbben, vagy könnyebben eljutna ez a termék végtére is azok az emberekhez, akikről itt általában a kritika beszél. Szóval igen, ezen dolgozni kell, de hogy nem egy ilyen podcastnek a feladata szerintem az, hogy ezeket a társadalmi rétegeket megszólítsa és mobilizálja elsődlegesen, hanem én inkább abban a szervezői munkában látom ezt a potenciált, amit mi is próbálgatunk csinálni a Szikrával. Még ehhez én annyit tennék hozzá, hogy szerintem bizonyos szempontból nem is a szavak bonyolultsága számít meg az ilyesmi, hanem a hangulat. Tehát, hogy amiben én viszont szeretném, hogy nagyon hozzáférhető legyen a belépési küszöb, hogy ez egy ilyen kedves baloldaliság bizonyos szempontból. Tehát, hogy miközben nagyon sokan mondjuk akár
fölmennek az internetre, és azt látják, hogy mindenki vitatkozik mindenkivel cikkekben, kommentekben, hogy egy ilyen, nem tudom, pikírt, meg egymást fúró tud lenni nagyon sokszor. Elvtársiasság nélküli. Hát igen, vagy hogy igen, tehát hogy az elvtársi szeretet nincs, az elvtársi kritika az van. Szóval ilyen szempontból azt én eddig, az eddig adásokban, amit én szeretek, amikor vendégeink voltak, hogy azt mondják, hogy nagyon szívesen jöttek, és hogy egy olyan balos beszélgetési hely, ami ilyen szempontból kellemes, és nem leleplezni próbáljuk egymást, és nem fúrni, és a többi, és szerintem ez is a hozzáférhetőségnek egy fontos eleme, hogy milyen hangulatú. Ne, ez szerintem borzasztó fontos, meg ez egy alapvető politikai kérdés szerintem is. Meg azt is gondolom egyébként, hogyha már egy ilyen beszélgetés az amúgy is, hogy nem mindenkinek kell mindenkihez beszélni, az a fontos, hogy minél többen beszélsenek, tehát szerintem borzasztó jó és nagyon fasza, hogy van, a Vera beszél, és egyszerűen fantasztikusnak tartom, hogy mondjuk egy TikTokon abszolút keresztül egy angliai takarító lány tök autentikus kontentet tud tolni, és szerintem nagyon fontos, hogy van belépési küszöb, és tényleg egyébként virágozzék minden virág. Még a vörös szitját is megemlítem. Vörös szitja, igen, bocsánat. Back off, vörös szitja, igen. És akkor most itt be is fejezem, mert valószínűleg már csak olyan... Nem tudnék egy igazán védhető felsorolást hozni, majd most valószínűleg sokakat kihagyunk, és éppen ezért tényleg fejezzük is be. De a lényeg az, hogy épül egy balos ökoszisztéma, és szerintem ez borzasztóan fontos. De most azoknak a nézőnek, akik nem találkoztak volna, még csak most találkoznak esetleg először magával a belépési küszöbbel, és most már mondjuk kedvet szereztünk ahhoz, hogy becsatlakozzanak a hallgatóitok közé. Röviden tudjátok mondani, hogy eddig mikkel foglalkoztatok, vagy mik voltak a legfontosabb témák, és kicsit arra is irányul a kérdésem, hogy mennyire stratégikus az, hogy hogyan haladtok, kiket hívtok el, vagy mennyire adhok. Amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor a Nóra átküldött nekem egy doksit, amiben ilyen 20-30 téma mindenképp volt, az ilyen egészen általánosoktól kezdve van, nagyon obskúrusokig, vagy nagyon ilyen résztémákig, szóval, és vendégötletekkel együtt, stb. Szóval mondjuk úgy, hogy fel vagyunk készülve így témák szempontjából, de hogy mellette igyekszünk azért reagálni az aktuális kérdésekre, meg aktuális témákra. Alapvetően olyan baloldali dilemmákat, vagy a baloldali mozgalom nyugati és keleti aktuális stratégiai, elméleti dilemmáit akarjuk így feldolgozni, amiket máshol nem nagyon dolgoztak fel. Másrészt viszont, mármint hogy így itthon ebben az ilyen kicsit ilyen mediatizált baloldali szférában. Másrészt viszont szeretnénk olyan dolgokkal is foglalkozni, amik kevésbé ilyen mozgalmi, elméleti ügyek, inkább ilyen, hát talán ilyen életmódhoz kapcsolódnak, ezek még annyira nem voltak kibontva, meg ilyen vendégeink még nem nagyon voltak, de ez azért fontos, hogy így azt a fajta, vagy számomra legalábbis azért fontos, hogy azt a fajta ilyen furcsa életmód baloldali megközelítést, arról egy kicsit lerántjuk a leplet, és hogy az ettől, hogy ettől az ilyen életmódok baloldaliságtól szorongó, vagy ezeket a szorongásokat kicsit így csökkentsük, vagy megszüntessük, hogy nem tudom, és nagyobb perspektívát nyissunk meg. Szerintem az elején nagyon kísérleteztünk, szóval igen. Az elején ugye igazából az volt, hogy én még Londonban voltam, a Dávid Budapesten, volt a két mikrofonunk, és elkezdtünk Zoom-on felvenni beszélgetéseket, és még nagyon kísérletező volt. Alapvetően az első adásunk így a NER-ről szól, hogy milyen alapvetően a NER kritika így a bal oldalon mennyiben van lehetőség balos NER kritikára, mennyiben különbözik az általános ellenzékitől, szóval hogy próbáltunk egy ilyen meghúzni azt, hogy most igazából mit értünk az alatt, hogy mi most itt egy balos podcastet szeretnénk, az első része kicsit erről szóltak. Utána meg szerintem így van, olyan szempontból van benne egy ilyen koncepció, hogy szembenézni a baloldali politizálás kortárs problémáival, amit a Dávid is mondott, és akkor például a hatodik részben volt Papszilárd István, a Mérce szerkesztője, akivel a baloldali populizmusról, meg a populizmusról általában beszéltünk, hogy most mit jelent, hogy ez véget érte, egyáltalán ennek örüljünk, vagy nem. Tehát hogy azok, amik szerintem is sokakat foglalkoztatnak például, akik úgy egyébként követnek politikát. Igen, most pedig az Éber Márk Áronnal jön ki majd szombaton a középosztályról, értelmiségről, hogy egyáltalán ezek a rétegek hogyan tudnak részt venni emancipatív mozgalmakban, hogyan teszik tönkre őket bizonyos szempontból, hogyan segítik.
Szóval ez, most szeretnénk majd ilyen kulturálisabb témákba is belemenni. Van egy-két adás, ahol kitöltöttük a politikai iránytű tesztet, azt szerintem sokaknak tetszett, ezt érdemes meghallgatni talán, ahol így kitöltjük, megkritizáljuk, beszélünk erről, ami egy ilyen mém igazából, nagyon sokat használják ilyen politikai mém oldalak, szóval, hogy próbálunk igen, aktuálisak lenni, de nem ez a, nem görcsölünk rá. Nem reagálunk mindenre, ezért minden TGM cikkre, vagy nem tudom, hasonló, vagy minden ilyen nagyobb kommentviharról nem csinálunk külön adást. Még. Ugye a magyar politikának az egyik nagyon sajátosság, hogy van egy ilyen fiatalság fetisizmus, és hogy ugye nyilván ti az osztályalapú nemzetiségi hisztek a politikai kommentviharra. Mindig azt fetisizálják, ami hiányzik. Hogy azt hiányzik? Hát most már nem, de mindegy. Bocs. Tehát itt nyilván az osztályalapú elemzésében hisztek a társadalomnak a politikai konfliktusoknak, de hogy közben, és nyilván, hogy mondjam, elég széles irodalom van a kortárs, nem tudom én, magyar baloldali közegben annak, hogy így miért problematikus generációs konfliktusoknak elemezni, vagy konfliktusokként értelmezni azt, ami valójában nem az. De mégis azért szeretném, hogyha arra reagálnátok, hogy számotokra mit jelent ez a kérdés? Tehát mit jelent az, hogy ti most a 20-as éveitek végén járó fiatal baloldaliak vagytok? Közepén? Bocsánat. Én a közepén, azt mondom, még csak az elején. Ajaj. Jó, akkor ez se sikerült. A lényeg az, hogy jelent számotokra bármit ez a generációs meghatározottság, amire én is utaltam ugye a legelején a beszélgetésnek, hogy titeket, tehát ti tényleg az Orbán rendszer gyermekei vagytok. Azt termelt ki benneteket, nyilván hatott rá a gondolkodásotokra elvitathatatlanul, utána a baloldaliságotokra is. Ilyen értelemben jelente bármit ez a generációs meghatározottság, vagy ezen túlmenően is jelente bármit a generációs meghatározottság? Hát igen, én az első Orbán kormány első hónapjaiban születtem. Ugye 98-ban. Igen, szóval, hogy bizonyos szememből az a meghatározottság szerintem, hogy én már követtem politikát, mielőtt a NER lett, és azért az a váltás volt nagyon éles. Tehát, hogy most az nem tudom, az ilyen... Nóra, te akkor 12 éves voltál. De akkor te azt... Tehát azt bocsa, tényleg... Schiffer is 4 éves volt, tanulnak meg, hogy elolvasni. Jó, oké. Okay. Én csak mondom, hogy a nézőknek ezt tudatosítsuk, tehát akkor te már kiérlelt politikai tudattal? Nem, szóval az első élményeim az így mondjuk 2006, és akkor, hogy így délután még a tankban mászkálok az 56-os ünnepségen, ha este meg otthon nézzük anyukámmal a tévében, hogy a tank elszabadult. Ikonikus. Erős, valóban erős. No, most nem tudom, hogy ezek az ilyen, ez erős. Ilyen élményeim vannak, meg akkor még így voltak ezek a választási műsorok, a Török Gáborra, meg nem tudom, szóval voltak ezek az ilyen élményeim, és akkor abból a gimnáziumban, ugye én a Radnótiba jártam, ahol azért egy ilyen liberális gimnázium alapvetően már mennyire, de hogy átpolitizált volt jobban talán, mint más közegek, szóval ez, és akkor jött a 2011 médiatörvény, Millás tüntetések, azokra jártam ki, és utána meg az oktatási dolgok lettek ugye nyilván diákként, ami nekem így berobbant, és ahol az volt, hogy mind a középiskolások, mind az egyetemi ilyen tüntetések voltak, és hogy szerintem ez az élmény az, hogy így elvesznek tőlünk dolgokat, az nagyon erős volt igazából szerintem nekünk, akik, tehát hogy tényleg akkor így az volt, hogy keretszámok, meg így nem lehet majd bejutni szakokra, meg fizetőssé válik az oktatás bizonyos szempontból, röközkötés, stb. Ezek, hogy mondjam, bizonyos szempontból ezek ilyen elit problémák voltak, mert a röközkötés ugye annak probléma, akinél fölmerül, hogy utána elmenne nyilvánvalóan, de hogy mégiscsak ezek voltak szerintem, amik nekünk így, vagy nekem személyesen, amik így behoztak ebbe a NER-be, és nem feltétlenül azért, mert hogy voltak pozitív élményeim korábbról, bár a családom nagy része pedagógus, és a megy is fél száznapos program, meg ilyesmi, ezek így, szóval ilyesmik azért így voltak így a fejemben valami ilyen szociális kérdésekről valamennyire, de azért nem igazán. Na mindegy, szóval szerintem ez a diák mozgalmiság, ez nagyon benne van a mi generációnknak a balosságában, hogy az egy bizonyos szempontból egy liberális mozgalom volt, egy ilyen elit dolgokat védő, és akkor az nem sikerül, és utána kezded el keresni, hogy miért nem, meg hogyan lehetne tágítani, hogy nem csak az oktatási rendszerrel van gond, hanem egy tágabb gazdasági, politikai rend, és hogy mondjam, szóval mindig most egy kicsit belmentem, de hogy ez nekem a hátterem. De erről többet megtudhatok, hogyha hallgatjátok a beszélgetést. Na jó. A generációs, meg osztálypolitikár, hát hogy én alapvetően úgy gondolom, hogy
a félperiférián erre semmilyen különben megalapozott, meg empirikus bizonyítékom nincs, ez mind csak ilyen szubjektív agyalgatás, de hogy úgy érzem, hogy, hogy olyan földrajzi területeken, meg olyan politikai régiókban, ha úgy tetszik, ahol nagyon gyakran vannak ilyen politikai cezúrák, ott a generációs kérdés az így felerősödik. Pont azért, mert hogy, ahogy mondtad te is, van egy generáció, aki így szocializálódott, ilyen PTSD vannak, és ugye nem tudom, az ilyen középosztály is manapság egészen ilyen a kognitív diszonancia, nem tudom, különböző szintjein, de hogy azt a 2000-es meg 90-es éveket sírja vissza, amiben szocializálódott, az idősebb generációk azt az időt, amiben ők szocializálódtak, stb. Stb. Ez ilyen nagyon vulgáris szinten szerintem jelenti azt, hogy a társadalmi tudat az így meghatározott a generációk által, és amúgy ezt nem érdemes szerintem ignorálni, viszont fontos kritizálni, tehát a politika csinálás során így erre folyamatosan reflektálni kell, hogy, ezek ilyen áldilemmák, stb., de hogy amikor elkezdett csinálni a politikát, vagy elkezdesz ezekről beszélni, akkor szerintem az egy rossz hozzáállás, hogyha ezeket eltagadod, vagy adott esetben degradálod, vagy lenézed. Meg szerintem, hogy amit én még szerintem fontos, és szerintem szeretnénk a podcast, hogy legyen tudásátadás végre. Igen. Tehát bizonyos, hogy én ezt már nem tudom, így nagyon régóta frusztrál, hogy szerintem bizonyos szempontból azért, mert van egy ilyen sikertelenségemény és kiégés, és ez tényleg generációs alapú, ezért nincs tudásátadás. Igen. Amit te is például a Schiffer interjúban így próbáltál kihozni, hogy nincs gondozva az utóélete dolgoknak bizonyos szempontból, és hogy mi például azért is hívunk meg nálunk idősebb balosokat, hogy mert mi is tudást akarunk kiszedni belőlük, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, stb. Stb. Hát meg ilyen viszonyítási alapot adnak. Tehát ugyanez, amit mondtál, hogy én is azt éreztem, mikor így elkezdtem jobban mozogni ebben a közegben, hogy így ez milyen kicsi, meg hogy így valójában nincsen nagy hatása, stb. És aztán a Szali Erzsébet, meg az ilyen idősebb arcok, akik már lehet, hogy a rendszerváltáskor is baloldali politikát igyekeztek csinálni, ugye a senki földjén, elmondják azt, hogy az utóbbi 20-30 évben sose volt ekkora valójában ez a valódi magyar baloldal, ez a szubkulturális baloldal, és ad egyfajta ilyen támpontot, hogy akkor végtére is mégsem a nulláról indulunk éppen. Amikor idősebbekkel beszélünk, akkor egy csomó ilyen hibára rávilágítanak. Nekem amúgy tök fontos az a podcasttel is, hogy az ilyen képzeteket a baloldalon belül, amik ilyen dogmaként hatnak, azokat kicsit így elvtársiasan, de hogy kritizáljuk meg, és hogy romboljuk le, mert hogy sok szempontból nem csak a növekedést gátolja. Mondasz egy konkrét példát esetleg? Hát maga a politika szerintem az ilyen legnagyobb ilyen tabú vagy dogma, és nagyon furcsán értelmezi ez a közeg a politikát. A politika csinálást érted alatt, csak a nézőinket segítsek. Hát, hogy ez ilyen nagy politikához való. Tehát, hogy a politika, amiatt, hogy van egy ilyen dekonstruálás annak, hogy nem csak a nagy politika politika, ezért bizonyos szempontból a nagy politika ebből kihullik, mint hogyha az már nem is lenne. Igen. Az. Tehát, hogy az állam, a politikai intézményrendszer, ez egy, úgy van kezelve, mint egy ilyen teljesen sötét zóna. Ami csak megront. Tehát, hogyha mihez, ha közelmész, akkor elhasználod az egyetlen muníciódat, ami a morális tisztaságod. Tehát, hogy balosként, hogyha ez lenne az egyetlen dolog, amivel igazolni tudjuk a létezésünket, hogy mi az igazságosság, nem tudom micsoda, ezt nagyon sokan szeretik mondani, mintha csak ez lenne, és hogyha a hatalomhoz jut, akkor ezt biztosan elveszíted, ergo csak ellenzékbe lehet lenni, meg az ellenzék ellenzékének lenni. Ja, szóval, hogy ez a personalis political, ez a személyes politikai, ez így egy ilyen furcsa torz értelmezésben csapódik le, de nem csak itthon, hanem ez így folyamatosan a kortárs baloldali, vagy az ilyen szociálisbenés mozgalmaknak a rákfenéje, vagy hogy szokták ezt mondani, hogy félreértelmezik ezt az ilyen 68-as szlogent, és így azt mondják, hogy valójában a személyes be kell beleszólni, és a politika az így, ahogy mondta Nuri is, az egy ilyen megrontó dolog. Szóval ez az egyik ilyen nagy dogma, tabú, nem tudom, amit így döngettünk. Meddig tervezitek a belépési küszöböt, avagy úgy is kérdezhetném, hogy a kapitalizmus fog hamarabb véget érni, vagy a belépési küszöb? Hát a kapitalizmus hogy mondja? Igen, a szlogen, vagy a szignálunkban van egy TGM idézet, hogy a kapitalizmus világméretű bukására nem látok rövid távon lehetőségeket. Hát igen, tehát hogy erre
erre is próbálunk reflektálni, hogy bizonyos szempontból a balos nosztalgia fontos, meg nem, tényleg vannak elemei, amiket hasznosítani kell, másrészt viszont egy olyan helyzetre kell adaptálni, ami nem egy forradalmi helyzet igazából, és hogy mondjam, én azt is a személyes perspektívámban az is benne, hogy a dolgok lehet, hogy csak rosszabbak lesznek, és ez benne van, és hogy mondjam, a belépési küszöb bizonyos szempontból, nem tudom, a hobbink, a valami, amit szeretünk csinálni, egy olyan munka, ami azt gondolom, hogy lelkesít minket, és nem tudom, hogy ennél többnek kell lennie ezen a ponton. Hát amit így szoktunk ismételgetni egymás között is, ez a szlogen, hogy meghalt a baloldal, éljen a baloldal, és ez így azt jelenti, hogy én úgy legalábbis úgy értelmezem, hogy pont ez az, hogy nincs ez a forradalmi helyzet, nem tudom, nem áll mögöttünk egy több százezres milliós tagságú munkásmozgalom a saját pártjaival, stb., akik éppen készek elfoglalni a téli palotát, hanem azt se tudjuk, hogy most hol van a téli palota, azt se tudjuk, hogy pontosan kik keresik ezt, és hogy pont azért kell ezeket a dogmákat kicsit így ledöngetni, vagy pont azért kell ezeket a dogmákat így megkérdőjelezni, hogy aztán egy valóban a társadalomban gyökerező, a valóságban gyökerező baloldali mozgalmat, politikát tudjunk csinálni, elengedve ezeket a láncokat, amiket a saját baloldali nosztalgiánk láncol meg a saját. Igen, ezzel még küzdök én. Csak a láncinkat összetjük. Igen. Záró kérdés. Most szombat jön ki az újabb rész. Mire számíthatnak a hallgatóitok? Mivel ajánlanátok a mostani epizódot? Szerintem a mostani epizód azért nagyon érdekes, mert egy olyan emberrel beszélgettünk, Éber Márk Áronnal, aki végignézte az elmúlt 2-3 évtized baloldali próbálkozásait. Van egy értelmezése arról, hogy részben ezek miért nem voltak sikeresek. És aki meg régebb óta hallgat minket, annak meg azért lesz érdekes, mert ez, hogy mi értelmiségieskedünk, meg ilyesmi, erre próbálunk benne reflektálni, hogy mi az értelmiség szerepe, vagy mi lehet az értelmiség szerepe a mozgalomban. Úgyhogy szerintem izgalmas lesz. Meg azt hiszem, ez lett az egyik ilyen legjobb, ilyen legholszomabb, legbarátságosabb beszélgetésünk most. Amit még nem vágtam, vagy nem vágtunk meg, de én nagyon várom, hogy megvágjunk. És vicces lesz, kedves lesz, de hogy mellette nagyon tartalmas, és számomra ilyen gondolatébresztő beszélgetés volt. Úgyhogy nagyon ajánljuk. Én ezt a mostani beszélgetést is el tudom mondani, egyébként ilyen túlzások nélkül többet kéne egyébként beszélgetnünk, valószínűleg több ilyen beszélgetést nem érdemes szervezni. Már csak azért is, mert egyébként nagyon sok aspektus nem tudtunk most rátérni, akár egyes adások kapcsán, akár a ti politikai szocializációtok kapcsán, ennek szerintem van közösségi értéke is, vagy van benne tanulság, meg van benne elemezni való, de hát majd akkor gyertek vissza legközelebb, és akkor folytassuk majd ilyen körben is. Hát meg gyere. Igen, köszönjük a Partizánnak, hogy lehet a podcastunk, mert nyilván ti teszitek lehetővé. Köszönjük. Meg hát a nézőknek, akik ezt az egészet finanszírozzák. Pontosan. Köszönjük, hogy itt voltatok, sok sikert hozzá, továbbra is akkor belépési küszöb, két hetenként szombatonként, Csepregi Dávid, illetve Schulz Nóra podcastja, és nem csak a Spotify, hanem az összes nagyobb podcast platformon hallgatható, tehát hogyha Google Podcaston, Apple Podcaston, meg a jó év tudja, milyen podcastokon hallgatnád, megteheted, úgyhogy csak kövessétek és hallgassátok. Ez volt már a Partizán, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha pedig lehetőségedben áll, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Ha viszont nem szeretnéd a Patreonon keresztül támogatni a Partizánt, akkor van lehet egy bankszámlaszám, illetve egy PayPal elérhetőség is, ezeken keresztül is várjuk az esetleges adományaitokat, előre is köszönjük. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán társalgó a címe, oda is várjuk a becsatlakozásodat, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témát. Instagramon Partizán Politika néven vagyunk megtalálhatóak, a podcast platformokat meg igazából már elmondtam. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.